Rendőri felvezetéssel érkezett meg a város idei karácsonyfája a Klapka térre. A 13 méter magas, formás ezüstfenyő a Pataki család adománya a Szabadság utcából. Magasabb, de keskenyebb, mint elődje, kivágása és befaragása 3-4 óráig tartott. A szép facsaked napig díszelgett a téren. Nem bírt ellenállni a szélnek, és péntek reggel eltört a törzse és a földre zuhant. Bár viszonylag nagy volt a forgalom a téren, szerencsére senkit sem sebesített meg. Egy komáromi család jóvoltából hétfőn egy új fát állítanak fel a téren. Ott jártunk, kor éppen az utolsó simítások zajlottak az Erzsébet-szigeti korcsolyapályán, a 35. idény megnyitása előtt. A megújult jégpálya aztán december 2-án pénteken, új műsorunk elindításának napján nyitotta meg kapuit e téli sport szerelmesei előtt. Tavaly korszerűre cserélték a világító testeket, a fényeket közelebb hozták a pályához, és új palánkokat helyeztek el. Biztonságosabbá és egyben szebbé is téve a kori pályát. Jó hír, hogy a belépő jegyek ára nem változott. Az árak és a nyitvatartás ideje egyébként a Komora Szerviz járulékos szervezet honlapján is megtalálhatók. Az üzemeltetők azt remélik, hogy jó és hosszantartó lesz az idei szezon. December 9-e és 11-e között az Európa udvarban rendezik meg az idei adventi vásárt gazdag programokkal. Óvodások, a művészeti alapiskola növendékei, Emmer Péter, Korpás Éva, Balogh Kálmán, Madarász András, a Nyugdíjas Klub énekkara, Viktória Benyová és barátai, valamint Patkerti Imre, Zsaka Attila és Szűcs István szórakoztatják a vásárba látogatókat. Lesz agyagozás, meseolvasás és báb előadás is. A Ludovit Jaroszláv Sule gimnázium 12. alkalommal rendezte meg az Eduard Sebo emlékversenyt. A középiskolások nemzetközi kosárlabda versenyét az intézmény egykori igazgatója emlékére szervezik meg minden esztendőben. A meghívást a városunkbeli középiskolák, illetve a budapesti szlovák gimnázium diákjai fogadták el. A négy csapat több mérkőzést játszott, melyek eredményeképpen kialakult a végleges sorrend. A Sule gimnázium csapata lett az első, a második helyen a Sej János gimnázium együttese végzett. A harmadik helyet a kereskedelmi és szolgáltatóipari szakközépiskola, míg a negyedik helyet a budapesti vendégek szerezték meg.